mindenkit nagy szeretettel köszöntök abból az alkalomból, hogy együtt lehetünk, és amiért az előbb a taps szólt tulajdonképpen. Köszöntjük a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Kaposvári csoportjának körében Orbán Viktor elnök urat, a polgári kormány miniszterelnökét, köszöntöm nagy tiszteletű Balogh Zoltán urat, akinek nagyon sokat köszönhetünk, hogy ez a rendezvény ma így létrejött, és bocsánat, hogy utoljára említem a házigazdát, köszönöm itt a nyilvánosság előtt is Balázs Béla püspök úrnak, hogy segített létrehozni ezt a találkozót. Hölgyeim és uraim, advent van, de adventre lehet akkor is gondolni, hogyha mindannyian szeretnénk és várjuk országunk megújulását. Ma este azért jöttünk össze, hogy meghalljuk azt, hogyan és miképpen gondolkozik advent idején egy főpásztor és országunk egyik vezető politikusa. Advent van. A messiás, a megváltó várásának ideje. Aki hitünk szerint egyszer már eljött, s ígérte, nem hagyárván visszajön. Tudjuk, az állam vagy az egyház nem a messiás, csak emberi közösség, jó esetben a közjó szolgája. Mennyei atyánk, mi szent fiadat, Jézus Krisztust várjuk, aki letörli könnyeinket, elveszi bűneinket, és elhozza azt a békét, amit a világ nem adhat. Ma este arra kérünk, tégy minket az ő egyszerű pásztoraivá, boldog hírvivőivé, hogy népünk méltón készülhessen a Szent Fiaddal való végső találkozásra. Amen. Vedd kedvesen a mi ajándékunk, és légy mindenkor mi oltalmunk. Püspök atya, elnök úr, kedves kaposváriak! Ma este két keresztény emberrel ülünk itt együtt, hogy beszélgessünk kereszténységről, közéletről, az országról, Magyarországról és az Isten országáról. Keresztények. Egy püspöknél ez természetes. Politikusnál van, akinek egzotikum, van, akinek talán még utálatos, és van, akinél pedig kívánatos kivétel kereszténynek lenni. Advent van, ezért beszélgetünk, és ezért beszélgethetünk ilyen igazán fontos kérdésekről. Püspök atyát kérdezem először. Ha egy püspök keresztény, az más, mint ha egy miniszterelnök keresztény, vagy egy munkás, vagy egy háziasszony? A szakszerű választ előttem már megadta Szent Ágoston. Veletek vagyok keresztény, értetek püspök. Csak hát Ágoston óta, meg ő előtte is azért sok más történt, úgyhogy jogos a kérdés, és bennem a tétovázás nem egészen felhőtlen állam és egyház viszonya a történelem folyamán. Első században, ha Péternek kellett volna Néróval találkozni, hát igen különös találkozó lett volna. Az államhatalom tőlünk félt. Mi ateista hírbe voltunk annak idején, mert nem jártunk a birodalmi
Isten tiszteleti helyekre, a politeizmusban nem illeszkedtünk bele, a császárt nem voltuk hajlandók elismerni, mint Urat és Istent, és fordítva a keresztények is féltek a hatalomtól. Tehát ilyen szempontból nézve talán a püspök felelőssége nagyobb, és kicsit nehezebb kereszténynek lenni. Ezért is javasoltam én, hogy hívjuk meg egyszer a Viktort, mert kampánybeszédek orgiájában, már bocsánat, mindenről van szó, csak éppen nem a lélekről és az Istenről, meg világnézetről, etikáról, erkölcsről, már pedig engem ez roppant érdekelne. Van értelme annak, hogy egy közéleti ember, egy politikus a nyilvánosság előtt a saját hitéről, kereszténységéről beszéljen? Én is jó estét kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a meghívást, meg a lehetőséget, hogy itt lehetek. Könnyen előfordulhat, hogy a kampány előtti utolsó nyugodt közéleti eseményének vagyunk közösen szereplői. És a helyzet egy kicsit furcsa is valóban, a püspök úrnak ebben igaza van, mert ha orgiának tekintjük a kampánygyűléseket, ha nem, az én székemből nézve nehéz munkának tűnik inkább, az biztos, hogy kiéletett versenyhelyzetben minden személyes ügyről való beszélgetés az kitakarózás. Hiszen az ember akkor tud őszintén beszélgetni, hogyha társakat talál hozzá, és vállal olyan ügyeket, kérdéseket, hiteket, meggyőződéseket, amelyek bizony fedetlenné tesznek bizonyos felületeket, és ezeknek a kampányorgiáknak az a lényege, hogy minden fedetlen felületre lőnek. Tehát én a mai estét azt egy nagy intellektuális kihívásnak is tekintem, túl azon, hogy remélem lelkiekben gazdag lesz az együttlétünk, de úgy kell ezt megoldanom, hogy mindent elmondjak, amit szeretnék, mindent elmondjak, ami kell ahhoz, hogy bízhassunk egymásban, és semmit nem mondjak el, ami oktalanul gyengítene bennünket. Lakat Károly, aki a régi nagy idők egyik futballedzője volt, egyszer azzal a mondattal lepte meg a körülötte állókat, hogy azt mondta, hogy keresztény vagyok, magyar és fradista. Ebben az országban a háromból egy is elég, hogy ne vigyem semmire. Úgyhogy egy miniszterelnöknek ezért a saját keresztény hitéről beszélni okos dolog-e, ezt majd az utókor eldönti. Nos, tehát, hogy rákanyarodjak a válaszra, azt gondolom, hogy igen, szeretném, kívánom mindannyiunknak, hogy egy olyan országban éljünk, vannak ilyen országok a világban, ahol bár mindig vannak ellenséges nyilak, mindig vannak, akik keresik a fedetlen és sebezhető felületeket, vannak, akik azt gondolják, hogy minden fedetlen felület sebezhető, zárója bezárva, majd ki fog derülni a beszélgetés révén, remélem, hogy pont fordítva van. Mégiscsak azokat az embereket, akikre sorsunk fontos kérdéseinek eldöntését bízzuk, azokat illendő, helyes, sőt kötelező megfaggatni, mielőtt a nehéz felelősséggel, a nagy bizalommal fölruháznánk őket. Tehát a válaszom a kérdésre abban a tényben ölt testet, hogy itt vagyok, elfogadtam ezt a meghívást. Az van a levélben, hogy Viktor, jól értem, valahogy így hangzott a levél, gyere el, kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit várhatunk tőled, és milyen indítékból teszed, amit teszel. Ugye körülbelül ez volt a summázata a levélnek. Hát itt vagyok, ez is egyfajta válasz. Akkor tegyünk úgy, mintha egy olyan országban lennénk, ahol a hitünkről beszélni, az a tanúságtételnek a kötelessége. Milyen utat jártál te be a hitnek a világába személyesen? No, hát én egy keresztény családba születtem, rendes nevem is van, nem csak az, amit önök ismernek, ez a alázatot nélkülöző Viktor. Tehát megkereszteltek, fölvettek a keresztény közösségbe, elsősorban a nagyszüleim ragaszkodásának eredményeképpen, úgyhogy a keresztel velemben a Mihály név is szerepel. Ez nem olyan rossz kombináció, ha belegondolok. Egy győztes Mihály arkangyalra gondolsz, igen, ez... De nem kaptam semmilyen vallásos nevelést, úgy, ahogyan a családból is otthon egyébként a nagyszülők egyre idősebbé válásával kiszorult lényegében a hit kérdéseiről való beszélgetés, és ezért vallástalan közegben nőttem föl. Így is jártam iskolába,
még az egyetemi éveim elején is így volt ez, egész addig, amíg meg nem ismerkedtem a későbbi feleségemmel, aki viszont egy gyakorló katolikus családból származik, és onnantól kezdve mindenfajta változások álltak be az életünkben. Én személy szerint elég hosszú utat tettem meg, hogy azt a mondatot ki tudjam mondani, hogy hívő keresztény ember vagyok. De volt az életemnek egy pillanat, amikor úgy éreztem, hogy ami elmaradt, azt be kell pótolni, helyre kell tenni, a dolgoknak a helyükre kell kerülniük. És miután engem református hitben kereszteltek, és ez így van jól, úgy gondolom, az ember legyen az, ami. Ezért, amikor az a pillanat eljött, akkor konfirmáltam. A konfirmálás az, ami meggyőződésünk szerint egy fogadalomtétel, egy életre szóló fogadalomtétel, ahol az embernek világosan választ kell adnia, hogy mi végre is tekinti magát kereszténynek. És úgy fogalmaztam, amikor a konfirmációm elérkezett, hogy nem tudtam mindig, de mindig éreztem, és ha már biztosan tudom, hogy eddig is velem volt az Isten, akkor is, amikor nem figyeltem rá, is nem tudtam. És azért teszem ezt a fogadalmat, hogy ez ne is változzon meg, maradjon velem, sőt ne csak velem, hanem azokkal is, akik számomra fontosak és akiket szeretek. Így jutottam el a konfirmációig. Azóta annak a mondatnak a jegyében próbálok élni, meg végzni a munkámat, amit úgy hívnak, hogy az Isten dicsőségére és az emberek javára élni, amit le tudok fordítani a szakmánk nyelvére is, ami úgy hangzik, hogy nekem az országot kell építenem, kis óval az országot, ami a magyar nemzet e világi országa, és nagy óval is az országot, Isten országát. És ez a magasabb rendű célja és értelme annak, amit teszek. Mindenfajta politikai kalkuláción túli, a fölött álló magasabb rendű értelem, és egyre inkább érzem, hogy erőt ad, hogy ennek a szolgálatába állhattam, és ennek a szolgálatának szentelhettem magamat. Szóval lassacskán kezdem érezni azt, hogy az erő az nem feltétlenül fizikai méretek kérdése, az erő nem föltétlenül az izomzat nagyságát jelenti, még csak nem is mindig az egyenes és sziklaszilárd tartást. Lassan kezdem megérteni, bár református vagyok, hogy az ember akkor legerősebb, amikor térden áll. Hát valahogy így. Milyen? Milyen módon tekint egy püspök a politikusok hitére egyáltalán, amikor saját hangon, mert az fontos, találkozol politikusokkal, közéleti emberekkel, netán még egy államférfival is, akkor úgy gondolkozol azon, hogy vajon hívő ember, milyen hívő ember, egyáltalán hogy jövünk mi ahhoz, nem csak egy püspök, hanem bármelyik keresztény, hogy megítéljük egymásnak a hitét, és ha ezt megítéljük abban az értelemben, hogy értékeljük, akkor milyen szempontokat alkalmazunk, milyen alapon tudunk a másiknak a hitéről valamit mondani, különösen akkor, ha politikus. Az én szememben nem ott kezdődik az ember, hogy politikus vagy nem politikus. Nem is ott végződik. Van egy régi magyar mondás, hogy huncut az ember, amíg meleg, csak most ez így félreérthető. Inkább úgy mondanám, hogy huncut, amíg él. Tehát szerintem az emberem múlik. És a mi hitelveink, gondolom, azonosak a protestáns hittételekkel e ponton, hogy bizony ez egy nagyon törékeny lét embernek lenni. Sebzetten jöttünk a világra, és csináltunk, amit akarunk, így is marad ez egy életen keresztül. Ezért van az, hogy szakadatlan kontrollra szorulunk. Szerintem magától értetődő alapviselkedés, az alázat. Ott kezdek én fölfigyelni egy politikusra, amikor sűrűn mondja azt, hogy szerintem, vagy én úgy látom, és nem kinyilatkoztat, hogy itt az igazság. Elhangzott a kérdésbe, hogy milyen alapon ítélem meg valakinek a hitét. Isten mentsen, hogy megítéljem. Én óvatos lennék, nem ítélek, hanem végsőkig bízom a másikba, föltételezem a jót róla, amíg meg nem bizonyosodok az ellenkezőjéről. Keresgélem a motivumokat,
és gondolom, hogy az egész egyház ugyanezt csinálja, akárhogy is botránkoznak a saját híveink egy úgynevezett választási körlevél esetén, az egyház is ezt csinálja, hogy figyeli a másikat, de úgy, hogy a személye hihetője, a tanítás, amit mond, a megoldás kivitelezhető-e, reális-e, józan, az egész mennyire van közel az abszolút jó megoldáshoz, az evangéliumhoz, Jézus Krisztushoz, mert hát mi aszerint fogunk figyelni, és aszerint vesszük komolyan az illetőt. A saját magam hitére, mások hitére is csak alázattal tudok gondolni, és kedvenc szentem a Róma humoristája, népszerű szentje, Luther Mártonnak egyébként kortársa, és Calvinnak kortársa, Néri Szent Fülöp. A romlás közepébe szemtanúként élt Rómába, és ki nem fogyott a imából, a mosolyból, a humorból, az énekből. Na de hát ő minden reggel úgy kezdte, hogy vigyázz uram Fülöpre, mert meglásd estére még elárult téged. Boldog lennék, ha a hazánknak lenne egy olyan miniszterelnöke, aki így tud reggel imádkozni. A mi szakmánk az veszélyes üzem. Tehát amit a világban kísértésként el lehet gondolni, abból majdnem minden egyszer vagy másszor szembe jön az emberrel. Mármint, hogyha sikeres. Egyébként elkerüli. De amit e világi sikernek neveznek, az magával hozza ezeket a kísértéseket. Ugye másik ember fölött lehet rendelkezni. Utasításokat lehet adni. Horribile dictu rendeleteket, amelyek miatt egy egész országnak egy kicsit esetleg meg kell mozdulnia. Ugye? Tehát az ember egója, mintha hirtelen hogy megnagyobbodna. Tehát ez a hatalom kísértése az bizony, az ott van. Aztán ugye pénzhez lehet jutni a munkabéren kívül is, ha az ember áthág egy-két törvényt, egy-két erkölcsi és törvénykönyvekben is megfogalmazott szabályt, akkor saját előnyére is használhatja a pozíciót. Egyéb kísértésekről most nem beszélek, de azok is elérhető. De azért egyszer az Zoltán mondott nekem ilyet, hogy a szerb háború, amikor kitört, akkor kapott egy telefont Orbán Viktortól, hogy na most mit jelent az, hogy ne ölj. Igen, és a gyávaságnak is megvan a maga kísértése, szó se róla. Most hadititkokat nem fogok elárulni, de valóban egy háborúban előfordul, hogy az embertől a szövetségesei mindenfajta együttműködést várnak, kéréseik, kérdéseik vannak, és akkor meg kell találni a helyes választ. Részben a örök erkölcsi parancsok szabályai között kell jól tájékozódni, részben pedig jól kell tudni mérlegelni egy ország érdekét, jól kell tudni mérlegelni életeket, illetve életeket fenyegető kockázatot, és akkor az embernek nem szabad gyávának lenni, mert a végén nem azt fogja tenni, amit helyesnek tart, hanem amit az erősebb kér tőle. De ettől engem megkímélt már, mint ettől a gyávaságtól, abban a helyzetben legalábbis, és bizakodjunk a jövőre nézvést, megkímélt a gondviselés. No, szóval azt akartam csak mondani, hogy ez egy veszélyes üzem, és azért a fiatalokat ugye mindig bíztatom, hogy csak vágjanak bele. Ez egy érdekes sarka a világnak. Próbáljanak aktívak lenni a közéletbe, de azért azt most már biztosan érzem, hogy a megszilárdulás egy bizonyos pontjáig eljutott személyiség nélkül földre sújtja az embert ez a szakma. Úgyhogy ezt tudni kell elviselni. Nem a csapásokat kell tudni elviselni, az a könnyebb, ezt akarom mondani. Mert az egy evilági harc. A kísértések, amelyek a sikerre járnak, az az igazi kihívás. Na most persze, hogyan viszonyuljunk ehhez a sikerhez? Ugye? Most mi úgy szoktuk ezt mondani, hogy a siker az ajándék. Ki kell érdemelni. Ami nem azt jelenti, hogy ülhetek otthon nyugodtan, és majd bekopogtat az ajtón, és egyszer csak betoppan. Hanem minden erőt megfeszítve dolgozni kell érte. Tehát az akarat a mi fölfogásunkban, a mi szakmánkban, az egy nagyon fontos dolog. Tehát vigyázni kell, hogy ne az alázat rovására fogalmazzuk meg az akaratot. De bizonyos célokat, amiket kitűztünk magunk elé, azt nagyon kell akarni elérni. És ezek nem lehetnek pozíciók, mert aki fut utána, sose kapja meg, tehát az
Tehát nem pozíciókat kell kitűzni, hanem másfajta ambíciókat kell megfogalmazni, magasabb rendű célokat, de azoknak a teljesítését nagyon kell tudni akarni. Azok teljesítéséhez szükséges eszközöket, hogy ne mondjam most minden hadi áthangzás nélkül, áthallás nélkül, azokhoz szükséges fegyvereket, azokat össze kell gyűjteni. Egyébként nem tudja az ember elérni azokat a célokat. Ezért kell megnyerni egy választást. Nem azért, mert az önmagában jó dolog, bár tudnék erről is mesélni, hanem azért kell megnyerni egy választást, hogy bizonyos eszközöket az ember közösen kitűzött célok érdekében mozgósítani tudjon, és el tudja érni ezeket a célokat. Tehát a siker egyszerre ajándék, de akarat nélkül nem jön meg. Munka nélkül sem jön meg. Tehát ha az ember nem hiszi el, tehát hit nélkül tűz ki célokat, akkor nem tudja elgondolni, hogy ez ajándék, túlbecsüli magát, azt hiszi, hogy saját magán fog múlni minden, a végső siker is, ez nem így van, de a végső siker nem jön meg, nem kapja meg az ajándékot, ha nem dolgozott érte, ha nem fordult oda teljes valójában, és nem szentelte magát az adott ügynek. Az akaratot, az alázatot, a politikai célokat és a sikert nem állítom szembe egymással, hanem próbálom inkább, amikor gondolkodok a magam életéről, meg tetteiről, próbálom őket összeszervezni egy olyan logikus rendbe, ahol nem egymással szembefordulnak, hanem inkább erősítik egymást. A hit az akarat a célt, a cél pedig utólag egy magasabb rendű ügyszolgálatát is jelentheti. Valahogy így próbálom elrendezni, és ezért néha megkísért engem is persze nyilván az a gondolat, hogy túl sokat várjak az akarattól, de le sem mondhatunk róla. Tényleg úgy van ez, ahogy általában a Magyarországon látszik, mintha politikusok között lehetne a legkevésbé, vagy a legnehezebben tisztességesnek maradni? Hogy tekintesz te a politikusokra? Sajnos, azt hiszem, igen. Az elnök úr beszélt arról, hogy mi minden kísértés tud rázódulni egy vezetőre. Egy házi vezető ugyanígy van. Nekem az a kísértésem, hogy meneküljek, mert torkig vagyok, mert nem akarom a maradék bizalmat ma föláldozni, de hát ezt jobb négy fal közt csinálni, ez kísértés. És látom, hogy a keresztény tömegek beleszédültek sajnos ebbe a kísértésbe és a könnyebbik megoldásba, és nem vesznek részt a közéletbe, és menekülnek a politikától, és általánosítanak jogtalanul, anélkül, hogy mélyére járnának, és ilyen beszélgetéseket szerveznének. Ezt én egy csendes árulásnak tekintem. A gyanú persze úgy oszlik el, hogy valami bizonyosságot próbálok szerezni, tehát menthetetlenül bibliai a tájékozódásom. Ki minek tekinti a hatalmat? Szereplésre, mások fölötti uralomra, gazdagodásra vagy szolgálatra. A politikára nem lehet elég hamar nevelni. Itt persze gond az, hogy Isten irgalmazzon annak a pedagógusnak, aki bemer vinni az iskola falai közé valamilyent, de hát közben kötelességünk a családi életre nevelni, a szép szerelemről is szó kell, hogy essen. Hát valahogyan a politikáról is kellene, csak intelligensen, nem napi politikai személyeskedés szintjén. Talán a pályaválasztás koordináit kéne tisztán látni, én így próbálom mondani az enyémeimnek, hogy e világ fia úgy keresi a helyét, hogy a koordinátorrendszer függőleges tengelyére az van írva, hogy sok pénz, a viszintes tengelyére az, hogy kis munka, és ebbe a rendszerbe keresi a helyét, és ha pekje van, akkor megtalálja, mert erre a pocsék helyre, ami emberhez nem méltó és gyalázat, erre mások is fognak bőségesen pályázni, és őt innen kifúrni. Tehát egy nyugodt pillanat az életben nem lesz. Van viszont egy nagyszerű másik koordinátorrendszer, ahol abszolút nyugodt lehet, hogy senki nem fogja támadni, ahol a sok függőleges tengelyre az van írva, hogy mihez van tehetségem, a viszintesre pedig az, hogy hol van erre szükség. És így megtalálja a tanító a kisfalut, az orvos a szorványt, a pap a legszegényebb egyházközséget, a politikus meg azt a nyomorult magyar népet, akiről Nemes Kürti tanár úr azt írta a könyvébe, hogy haldoklásának utolsó századában nem szerette senki.
kell-e, szükséges-e, lehet-e, hogy tudják a választópolgárok azt, hogy milyen értékek mentén rendezi, vezeti a saját életét egy politikus, aki döntéseket hoz. Én szerintem ez az a pont, ahol talán szabad olyan szót kimondanom, hogy az Isten félelem az kulcskérdés. Tehát az Istent nem félő politikusoktól mentsen meg bennünket a jó Isten. És a veszélyes üzemmel szembeni egyetlen... És most nem arról beszélek, amit kampányok idején szoktak mondani, hogy az nem olyan értékes, meg az ő értékei talán nem állnak ki, bizonyos mércékkel mérve azt a próbát, amit ki kéne állni. Nem erről beszélek, nem egy versenyelvű mondatot akartam mondani. Hanem azt a kérdést kell föltennünk, hogy persze a törvények korlátozzák az embert, a parlament korlátozza az embert, hatalom meg van osztva, de azért mégiscsak hatalom. Hát mégis mi az utolsó, a végső korlátja a hatalomnak, amiről beszéltünk? És ezért mondtam, amit mondtam. A végső korlát az nem más, mint az Isten félelem. És erről elég sokat gondolkodtam, egyszer talán még néhány gondolatot az atyának is mondtam ezzel kapcsolatban, hogy végül is, amikor egy politikusban Isten félelem van, akkor elgondolkodik azon, hogy kitől is fél valójában. Hiszen látszólag minden hatalmi eszköz az ő kezében van. És a jó Isten nem jelenik meg ott vértezetben előtte, hogy megijedjünk, ugye? És ha az ember ezen elgondolkodik, akkor rájön arra, hogy ott fordul meg a dolog, az a helyzet kulcsa, hogy hiszünk-e abban, hogy egyszer valamikor, nem tudom pontosan milyen körülmények között, semmilyen dramaturgiai látomás nincs előttem, de hogy egyszer az életben, vagy annak a végén, akárhogy is nevezzük, lesz egy pillanat, amikor az embernek mindenért meg kell fizetnie. Amikor el kell számolnia. Hiszi-e egy politikus, hogy ez a momentum nem kerülhető el? És ha hiszi, hogy egy ilyen pillanat van, akkor biztonságban érezhetjük magunkat mindannyian. Ugyanis, ha jól belegondolunk, az, aki érti az Isten félelmet, az nem egy számára ismeretlenül hatalmas úrtól fél, akinek nem ismeri a természetét. Egy hatalmas zsarnoktól, aki tetszése szerint bánik majd el vele. Nem ettől félünk, hogy egy ismeretlen nagy úr elé kerülünk, hanem attól félünk, hogy pontosan azt fogjuk kapni, amit megérdemlünk. Ettől félünk. Attól félünk, hogy a saját tetteinkkel fogunk szembesülni. És ez a legutolsó, minden törvényen, hatalommegosztáson, meg alkotmányon túli korlátja szerintem annak a veszélyes üzemnek, amit hatalomnak nevezünk. Így lesz ez. Jó, és én nagyon kedves gondolatnak találom, amit II. János Pál élete vége felé kapott fel, hogy végül is az irgalom lesz a világnak a megítélője, Isten irgalma, és nem pedig a hatalma. Azt hallottuk, hogy hogyan látja az egyház embere, a püspök a politikát, hogyan látja a politikus az egyházat. Ugye a mi szakmánknak a kötelező tananyaga az a történelem. Magyarország vezetése az nem tértől és időtől független megbízatás, hanem itt és most egy adott történelemmel rendelkező, egy adott nép vezetését jelenti. Ezért nem a nemzetközi tőkének, meg külső hatalmaknak, Moszkvának vagy Washingtonnak tartozunk elszámolásra, hanem ennek a népnek, mert ezt kell szolgálnunk. Na most ezért kell ismernünk a történelmét, még egyszer mondom, nem a részleteit, hanem inkább a lelkét ennek a történelemnek. Inkább meg kell éreznünk. És amikor az előbb a püspök atya mondott itt egy mondatot, bennem is rezdült valami, amikor azt mondta, hogy a menekülés mint kísértés. Én nem állítom, hogy sose érintett ez meg engem. De a magyar történelemnek van egy kegyetlen tanítása a vezetők felé, a vezetők számára. Az egyik legerősebb történelmi tapasztalat és ösztön, ami a magyar népben él, az, hogy a vezetői rendre el szokták árulni. Ez idestoba 3-400 éve, talán Mátyás óta egy visszatérő élménye ennek a népnek, hogy előbb vagy utóbb el fognak bennünket árulni. Vagy úgy, hogy a hatalmat nem arra használják, amire kéne, vagy úgy, hogy személyes okokból eladják az ország egyik vagy másik részét, vagy úgy árulnak el, hogy elmenekülnek. Amikor az volna a dolguk egyébként, hogy baj van, tehát vezessenek. Minél nagyobb a baj, annál inkább vezetniük kell. Hiszen ha van talentum, akkor az erre való. És ez tart engem elsősorban, a legnehezebb időkben is ez tartott egyébként tacára annak, hogy barátaim, család, mi egyebek, az ellenfeleim
arra intettek, hogy most már meg kéne pihenni. Más szépségek is vannak az életben. De hát ott muzsikált a fejemben ez. Most ezt azért hoztam elő, mert a minden politikus szemével látható az egyház jelentősége a történelemben. Az egyik legfontosabb történelmi szereplőről beszélünk a magyar nép életében. Ez tiszteletet és baráti szándékot indokol a politika részéről az egyházak irányába. A tiszteletbe az is beletartozik, hogy nem akarunk, a politika nem akar beleavatkozni az egyház ügyeibe, hiszen ha tiszteljük, akkor nem gondoljuk úgy, hogy utasításokat, parancsokat, vagy akárcsak erőteljes kívánalmakat fogalmazhatnánk meg az irányába. Na most, ha nem mindenfajta politikus szemével nézem az egyházat, hanem az egyházhoz tartozó politikus szemével nézem, akkor persze tudjuk, hogy az egyház az nem egy intézmény, tehát az nem papokat jelent, meg templomokat mindösszesen, hanem egy közösséget jelent, ami az ember tartozik. Ha jól értem a dolgot, akkor az elhívott és kiválasztott népét jelenti Jézus Krisztusnak. És ehhez érdemes tartozni, ugye? Ebbe vesznek föl bennünket, a konfirmáció során ezt erősítjük meg. Na most, ha innen nézem, akkor láthatom, hogy az egyháznak van egy olyan, a politika meg a nemzet profán jövője szempontjából is fontos képessége, hogy kiszabadítja a lelket a testből. Ez nagyon fontos dolog. Mert ugye, ha végignézünk magunkon, akkor azt látjuk, hogy minden egyes ember, minden individuum az elkülönült testben van. Elkülönült testként létezik. Márpedig egy nemzetnek éppen az a lényege, hogy egyesülni tud nagy közös célok érdekében. De hogyan lehet egyesülni, hogy a testekben szétvágott formában létezünk? Ehhez az kell, hogy kiszabadíthassuk a testünkből a lelkünket. Szerintem a Sursum Corda ezt jelenti, amikor azt mondjuk, hogy emeljük fel a szívünket. És az egyház az egyik, nem az egyetlen, de az egyik, talán a legerősebb képviselője ennek a gondolatnak, képes arra, hogy azt mondja nekünk, hogy emeld fel a szívedet, és itt a magasságban, a fejed fölött össze tudsz kapaszkodni azokkal, akikkel egy helyre tartozol. Az egyház többi tagjával. És én ezt a fajta fölemelt szívű emberek közösségét látom az egyházban, és könnyű belátni a mi szakmánkból, hogy egy ilyen lelki állapotban, ilyen teljes együttlétben létező közösség mindig nagyobb teljesítményre képes, mintha az ember továbbra is testbe zárva, elkülönülten gondolkodik csak a jövőről és a saját jövőjéről. Én a kultúrát is azért támogatom, kicsit profánul hangzik, az atya talán érteni fogja, amit mondok, hogy én a sportot is ide sorolom. Ezek olyan dolgok, a művészet, a sport, a kultúra, hogy tudom, hogy ki tudja szabadítani, mert föl tudja emelni a lelket, a szíveket, és így segít abban, hogy egyé váljunk. Nem véletlenül, hogy olyankor szoktuk leginkább azt érezni, hogy most egy nagyobb, valami nagyobb dolognak vagyunk a része. A templomban érezzük ezt, egy művészeti alkotás, amikor megérint bennünket, vagy amikor érezzük, hogy nem ott fut az a szerencsétlen ember, hanem értünk fut, mi futunk ott valójában, és az ő győzelme a mi győzelmünk, ugye. Tehát ha így nézem, akkor a hitélet meg az egyház, most idézőjebben mondom szakmai szempontból, egy nemzet teljesítő képességének az egyik legfontosabb hozzájárulását képes megadni, és ezért szerintem egy okosan gondolkodó, felelősséggel gondolkodó kormány támaszkodik erre az egyházra. Nem úgy, hogy utasításokat ad, mert azt nem teheti, de akkor hogyan támaszkodhat? Hát először is megadja a lehetőséget, hogy ezt a fajta felemelt lelkű nemzetet segítsen megszületni vagy létrehozni. Másfelől pedig elfogad valamit, amit nehéz elfogadni, minél magasabban van az ember, belátom, annál nehezebb, de mégis szükséges. Hogy hát azért szükség van tükörre, amiben az ember belenézzen. Valakitől meg kell tudnia kérdezni, hogy tartom-e még az irányt? Van-e még a politikámnak iránya? Afelé, a célok felé mutat-e, amit teszek, mint amiért belevágtam ebbe a munkába. És az egyházat el kell tudnunk fogadni, mint olyan pártpolitikán kívüli közéleti szereplőt, aki azt mondja, és azt mondhatja, hogy kedves barátom, lehet, hogy ilyen célokat tűztél ki magad elé. Már régóta figyellek. És azt látom, hogy ha ezt az irányt tartod, amin most haladsz, nem fogsz odaérkezni. Hát ehhez az iránytű ellenőrzéshez, ehhez a tükörtartáshoz nem csak joga van az egyháznak, talán nem csak kötelességezem az én dolgom, hogy erről nyilatkozzak, hanem nyilván inkább a püspök atyájé, de ezt joggal várhatja el minden hívő, meg nem hívő ember egyébként az egyházt, hogy ezt a tükröt rendszeresen tartsa oda a világi hatalmak elé, és azokat meg rá kell venni, hogy rendszeresen nézzenek ebbe bele.
Ha ez személyes bizonytalanságot jelent, mert ilyen is van az ember életében, akkor forduljon a lelki vezetőjéhez, akkor teremtse a lehetőséget, ne csak a minisztertársaival beszéljen, ha maga bizonytalanodott el, hanem megtalálja azokat az embereket, azt a lelki embert, akiben bízik, akire hagyatkozhat. De összességében a politikának, mint a kormánynak, mint a politikát irányító testületnek is, a maga munkája megítélése véget el kell fogadni azt a mércét, a mércét, amit az egyház és az egyház által képviselt értékek jelentenek. Tehát ha egy mondatban kell válaszolnom, akkor azt kell mondanom, hogy az egyház mérce. Egy mércét tart, egy mércét jelent a mindenkori világi hatalom számára, amivel jól tesszük, ha megmérjük magunkat. Így nézek én az egyházra. Ne tagadjuk el talán azt a tényt sem, hogy bár nyilván a hívek, akik a keresztény egyházainkhoz tartoznak, különböző politikai nézetet vallhatnak. Ez nyilván így is van. De mégis minél inkább léteznek egy településen, vagy egy megyében közösségek, amelyekben kiemelt helyük van a lelki közösségeknek, és minél erősebbek ezek a kötelékek, annál inkább kedvező háttér ez a közösségorientált politikát művelő evilági szereplők a pártok számára is. És minél individualizáltabb egy világ, egy település, egy közösség, egy megy, annál inkább, most nem akarok jobb baloldalt mondani, mert senkit nem célom megbántani, de annál inkább térnyílik az individuális megközelítést, az én központú gondolkodásmódot, a csak magaddal törődj, csak a saját céljaidat tarts szem előtt gondolkodású pártoknak. Ilyen értelemben tehát, hogy milyen szellemi háttérben, milyen szellemi talajon kell megvívni a politikai küzdelmet, az bizony erőteljesen befolyásolja, időnként el is dönti a politikai küzdelmet. Ezért van az, hogy olyan keresztény demokraták, akik egyébként nem érdemelnék meg a győzelmet, mégis győzelemre juthatnak néha. Köszönöm szépen az egyház nevébe ezt a hozzáállást. A végére elég jó kikerekedett itt. Örülök, hogy fölismeri, hogy van itt egy olyan erő, amivel számolni kell, és nem úgy, hogy félni tőle, hanem érdemes erre építeni, ennél mélyebb alapot én nem is nagyon tudok elképzelni. Tehát ha egy nemzetet egyszer sikerülne talpra állítani, a miénket például, hát azt itt kéne kezdeni, a személyek hitét rekonstruálni, értékrendjét, és utána a legelemibb közösségeket, a családot, a barátságot, a lakóközösségeket, az egyházközösségeket, és csak sokadik hullámverésbe lehet az országról beszélni nagy képviség nélkül, szóval értéksorrendez. Mitől érzed olyan jól magad a templomban? Először is ott nagyon erősnek szoktam magam érezni, megmondom őszintén. És nem személyesen, hanem azt a közösséget, amelyik a templomban van. Szóval amikor egy, most bocsánat, hogy kicsit hazafele beszélek, szóval amikor egy zsoltárba úgy belekezdünk, akkor azok a falak azok csak úgy remegnek. Akkor ott az, hogyha Isten velünk ki ellenünk, az hirtelen az ott megtapasztalt valóságot. Abban biztos mindenki, hogy az úgy is van, és ha most innen kimegyünk, akkor, ahogy a zsoltár mondja, a falat is átugrom, ugye, ha Isten velem van. Tehát az ember úgy érzi, hogy megsokszorozódik az ereje, és nem az egója, meg a személyes, individuális ereje, hanem megkapja azt a lelki mélyebbről jövő támaszt, ami az erő igazi forrása. Itt valami közös dologról van szó. Én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy miért szoktunk elérzékenyülni, amikor az olimpiai bajnokunk föláll a dobogó tetejére, és van az a szorítás ott az embernek a mellkasán, és ott van a tévé előtt föláll, ugye? És nem az a válasz erre, amit szoktunk gondolni, hogy ő is magyar, meg én is magyar. Többről van szó. Szerintem ő is magyar ember, meg én is magyar ember vagyok, ez többet jelent szerintem. És akkor az ember érzi, hogy tulajdonképpen együtt vagyunk. Ez valahogy egy összekapcsolódás létrejön. És az összekapcsolódás, az létrejön a templomba. Nem tudom, ez biztos van ennek dogmatikailag pontos megfogalmazása, de ez meg szokott velem ott történni. Ugyanúgy megtörténik az ember, akkor is, ha egyébként a másik felekezethez tartozik. Ugyanúgy tudja ezt érezni egy református, szerintem egy katolikus templomban, mint ahogy fordítva is így van. Miért akartál feleségeddel együtt elmenni Rozsé testvérnek a tezei közösség vezetőjének temetésére? A hála szót is mondhatnám, de egy többről van szó szerintem. Az emberi gonoszságon túl a világban van-e emberen túli gonoszság is, mint ahogy szerintem létezik.
és azokat az embereket, akik az első vonalban harcolnak az eféle gonoszsággal szemben, és dolgoznak azért, hogy bennünket fölfegyverezzenek erre a küzdelemre, azokat különösképpen meg kell becsülni, és ezért is szerettem volna ott lenni ezen a szertartáson. Köszönöm. Gyűlölet. Gyűlölhet-e egy keresztény politikus? Hogy van ez a püspökkel? Kérdezzük. Röviden tudok csak válaszolni. Az én szótáromban a gyűlölet halálos bűn. A gyűlölet a undorító vákuma az emberi szellemnek, ahol garantáltan nincs Isten. A megszentelő kegyelem állapotának a totális hiánya. És sajnos, sajnos azt kell észrevennem, hogy köztünk is van. Az egyházra gondolsz? Egyházba is van, sajnos. De hát mi gondolom, hogy ezt mindig is bűnbánóan vallottuk, hogy nem csak szentek egyháza vagyunk, hanem bűnösök egyháza is, és nem csak a kálvini egyháztest logója, hogy így mondjam, vagy jelszava, hogy megújulni, vagy reformálni, reformálódni, hanem mi nekünk is, ez egy ősi tételünk, Ecclesia Semper Reformanda, így mondjuk, az egyház szakadatlan megújulásra szorul, a személy állandó bűnbánatra szorul. Én püspökként is magam számára kötelezőnek tartottam, hogy havonta komoly, a mi fogalmaink szerinti bűnbánatot tartsak, mert enélkül nem tudok létezni, nem tudok emberek szemébe nézni, nem tudok elvállalni egy nyilvános feladatot. Annyira érzem, mint egy önmagam árnyékát is, meg ennek a általad említett gonoszságon túli gonoszságnak a jelenlétét. Tehát egyúttal itt próbálok válaszolni is, hogy mit lehet tenni a gyűlölet ellen. Gyűlölet az, ahol már nincs ott az Isten. Tehát az egy keresztényetlen állapot és hely. És akkor úgy tudok válaszolni arra a kérdésre, hogy keresztény vagyok-e, hogy igyekszem, de nem mindig sikerül. Az embernek nagyon gyakran nyílnak meg olyan sebei, amikor nagyon igyekszik, hogy ne üsse föl benne a fejét semmilyen gyűlölet, de nem állítom, hogy mindig sikerül elkerülni. A legtöbb, amit eddig sikerült elérnem, az az, hogy ez időben nagyon rövidre korlátozódjék. De azt kell mondanom, hogy talán magyar nyelvben, ezt föl is írtam most itt hirtelen magamnak, hogy ugye amikor az ember úgy hirtelen valami rosszat gondol a másikra, aki ártott neki, most nem nevezném ezt gyűlöletnek, de valami erős ellenérzés működik benne, akkor van a magyar nyelvben egy olyan megszólás, hogy ó, te nyomorult. Ugye? Ugye? És ez beszédes dolog, hogy ó, te nyomorult. Hát végül is nyomorult ember az, aki olyan bűnöket követel, mint amit most éppen velem szemben te elkövet. Mert hiszen érzelmek átviharzanak rajtunk, emberből vagyunk mindannyian, hát még egy kiemelt ember, akinek nyilván nem kellemes, hogy mocskolják előről, hátulról, minden irányba folyamatosan. Tehát az, hogy mit érzek ezekre, ez csak azt jelenti, hogy egészséges vagyok. Próbáld külön választani az embert, meg a tettet. És a tettet, ami gonosz, az gyűlöld. Az embert meg ne gyűlöld. És ha ez sikerül elérni, akkor az ember hirtelen visszaretten. Akkor mielőtt beleesne abba a szakadékba, ahol már nincs ott az Isten, akkor vissza tud lépni onnan, és rájön arra, hogy valójában ó, te nyomorult, hát nem is téged gyűlöllek, nem erről van szó. Te nyomorult ember, mit követtél, a tetteddel van a baj valójában. És akkor hirtelen az ember úgy érzi, hogy vagy nagy bajból szabadult ki, és nem önti el az epe, a vér, nem robban föl, nem tör ki, hanem megpróbálj inkább megoldani a helyzetet. Az egyik legzseniálisabb jézusi mondás, amikor ő kritikát gyakorol korának a álszent uralkodó osztálya, vallási elitje ellen, a farizeusok ellen, és azt mondja, hogy az írástudók Mózes tanítószékébe ülnek, amit mondanak, azt tartsátok meg, amit tesznek, azt viszont ne kövessétek. Zseniális. Amikor az ember
ítélkezni akar gyűlöletből más felett, akkor, ha jól értem ezt a néhány sort, az azt jelenti, hogy magához akarja venni az ítélkezés jogát. Holott egyébként az őt nem illeti meg. És az ember ilyenkor egy pillanatra, mintha beleülne az Isten székébe, és ezért helytelenül jár el. Tehát a tetteket, ha külön tudja választani az embertől, akkor az neki vétkező testvéreként tudja sajnálni, segítségre szoruló nyomorultnak is tudja tekinteni, még a tettel szemben a leghatározottabban fölép. A mi szakmánkban enélkül nem is megy. Az ellenfeleink azzal élnek vissza, mikor azt akarják rólunk bebizonyítani, hogy mi a másik embert gyűlöljük. Ott nem erről van szó, hanem vannak cselekedetei, tettei, amiről van egy határozott véleményünk. És a mi szakmánkban, ha ezeket a tetteket nem ítéljük meg, ha nem foglalunk azokban állást, ha nem mondjuk ki, hogy ez szerintünk a jó vagy a rossz dolgok közé tartozik, akkor a mi szakmánk megbénul. Mert onnantól kezdve nem világos, hogy mit szolgálok. Ugye a mi szakmánk az egy vita szakma. Az ember magával is vitázik, meg az ellenfeleivel is vitázik, meg a elésodródó kérdésekkel is vitázik, hogy most mi a jó válasz, mi a rossz válasz. Ha ezt a választ adom, akkor jót teszek, ha ezt adom, rosszat-e. És nem mondhatunk le erről, ez éltet bennünket, ez tartja mozgásban a mi szakmánkat, a mi szellemünket, a lelkünket, és ennélkül nem lehet jól vezetni egy országot, mert csak rutinból, beidegződésekből fakadó döntések fognak jönni, meg sem értjük az új kihívásokat, és előbb-utóbb egy ilyen ország elgyengül. Tehát nekünk a vitára szükségünk van, a vita pedig általában tettekről és cselekedetekről szól. Tehát fontos, hogy legyen véleményünk, ha nem egyszerűen csak igazgatni akarjuk az országügyét, hanem a jó felé akarjuk terelni. Ha valóban Isten országának építései szerepel a szándékaink között, akkor muszáj ítéletet mondanunk a tettekről. Arról, hogy az jó vagy rossz célt szolgál-e, hasznos döntése, vagy haszontalan, vagy éppen káros. Ezt nem tudjuk elkerülni, és ezért ki vagyunk szolgáltatva azoknak a farizeusoknak, akik egyébként ezt megpróbálják úgy beállítani, minthogyha a tettet elkövető emberrel szemben lenne bennünk engesztelhetetlen indulat vagy gyűlölet. Hogy erről nincsen szó. Tehát ezért van az, hogy nagyon éles vitában, nagyon nehéz kérdésekről elmondott, nagyon súlyos mondatok mögött sem a másik ember iránti gyűlölet van. Még ha esetleg úgy is tűnnék föl, vagy úgy akarná ezt valaki beállítani, mert külön kell tudnunk választani az embert és a tettet. Ha jó állapotban vagyunk, akkor ez sikerülhet. Létezik úgy keresztény ember, hogy ne mondjon valamire határozott nemet, és ne mondja azt, hogy ez utálatos, ez gonosz, ezt el kell utasítani. És emögött mindig van egy ember, már itt elkezdte az elnök úr pedzegetni, tökéletesen egyetértünk. Valami több is talán, mint ember, de valahogy a gonosznak a természetéről szerintem érdemes még egy kicsit beszélni, mert egyébként tényleg úgy fogunk itt állni a keresztények, az elnézést a tinédzserek szavaival, azok a lúzerek, akik mindig mindenkinek megbocsátanak, és nem jutnak soha semmire, mert mindig a másik oldal nyer, hiszen ők gátlástalanok. Tehát hogy is van ez a szeretettel, a gyűlölettel, a határozottsággal, az igennel, a nemmel? Mi ellen küzdünk, mi ellen harcolunk? Kell lenni egy felettes énnek. Az, aki azt mondja, hogy nem, mert ezzel károsítom a személyiségét, hát ez abszolút dilettáns a pedagógiába, vagy én nem tudom, miféle senkiházi, ez tényleg a nemzet egyik sírásója, aki ezt a felettes ént megtagadja a újonnan induló kis életbimbóktól, mert elvadult lesz, mint a Kipling regényben a dzsungelfia, farkas törvények, ösztönök össze-vissza terelgetik, akció, reakció, gyűlölet, stb. Tehát én is azt mondom, hogy tisztázni kell az igazat és a hamisat, amennyire lehet. Miért is vagyunk lúzerek? Tartják ezt sokan a keresztényekről. Ugye azért, mert nem tudunk bosszút állni, mert nem tudunk kímélet nélkül törtetni előre, mert nem szerezzük meg, amit a pillanat kínál azonnal, és lehet, hogy aztán soha többé. Szóval egyáltalán nem úgy viselkedünk, mint ahogyan a győztesnek elgondolt emberek szoktak viselkedni a mai világon. És ha jól értem ezt a helyzetet, itt csak egyetlen módon menthetjük magunkat, hogyha sikerül tisztáznunk, hogy mit értünk győzelmen, és mit értünk a vereség alatt. Ha ezt nem tudjuk elmondani a gyerekeknek, meg magunkba se, bocsánat, mert nem csak a gyerekek szorulnak erre rá, hanem mindenki, sajnos mi magunk is, ha ezt nem tudjuk magunknak megválaszolni, hogy mi az életben a győzelem, és mi a vereség, akkor lehet, hogy a végén tényleg lúzernek fogunk kinézni. Ezért
Ezért a választásnál is nagyon fontos egyébként. Ugye, mert van itt az a probléma, hogy az, hogy az ember többségre jut, nem mindig jelenti azt, hogy győzött is. Mert ha a többség ellentétben van az igazsággal, akkor lehet, hogy megnyerte a választást, de vesztett. De a többség és igazság legnagyobb keresztény demokrata problémája egyébként az európai közéletben. Tehát nagyon fontos tudnunk, hogy mit is értünk, hogy hogyan fogalmazzuk meg a győzelmet. Ez fiataloknak a legnehezebb egyébként, akik még befele mennek az életbe. Ugye, akik már kifele jönnek, mert túl vannak a felén, mint a magamfajták, azok már talán jobban látják ezt a kérdést. Hogy az igazi győzelem az az, hogyha az ember bármilyen anyagi körülmények között kell, hogy éljen, de képes szeretetben, békességben, harmóniában és kiegyensúlyozottságban élni. Ez a legnagyobb győzelem. A győzelem az, ha ezt nem hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk. Ez a legnagyobb győzelem. Ha ez megvan, akkor minden megvan, a többi majd jönni fog. De ha nem jön, akkor is értékes lesz az életünk. Tehát ha világosra tudjuk tenni, ez a legnagyobb érték, és mi keresztények képesek vagyunk ezt a fajta életet fönntartani, akkor mi győztesek vagyunk. És akik látszólag sikeresek, mert minden gyorsan megkaptak, megszereztek, azokról ki fog derülni, hogy valójában vesztesek. Van egy példabeszéd valahol, vagy egy történet, talán éppen gyerekek számára készült könyvben olvastam, ahol a mester azt mondja a tanítványoknak, hogy ha meg akarjátok tudni, hogy egy deszkába szöget kell-e ütni, vagy csavart kell tenni, akkor üssetek be egy szöget. Ha elrepett, rögtön tudni fogjátok, hogy csavarra lett volna szükségetek. Ez pedig arról szól, hogy ha olyasmit szerzel meg, ami egyébként megtagadja tőled a lelki békédet, ami oda elveszi a szeretetteljes otthont, ami kibillent a harmóniából, a kiegyensúlyozottságodból, akkor hiába hitted, hogy győztes voltál, valójában vesztettél. Na, ha innen nézzük a dolgot, akkor szerintem mi keresztények, a jó keresztények, amivel talán igyekszünk válni, mindig a győztes oldalon vannak, ha ezt figyelembe tudjuk venni, ha ezt szerint tudjuk igazítani a lépteinket. Ezt a fiataljainkba bele kéne vésni, hogy ez nem egy lehorgasztott fejű, vesztett pozíció, nem egy folyamatos megalkuvás, vagy egy megvetendő állapot. Tehát az nem érv, hogy kevesen vagyunk, meg kimosolyognak, meg ilyen kudarc élményünk van. Föl kell tudni emelkedni a negatív érzések fölé, és valami öntudattal igent mondani a saját tartalmamra, azt fölfedezni a lehető legmélyebbig. Az összes többivel egyetértek, és akkor ez tulajdonképpen a győztes állapot, függetlenül az erőviszonyoktól. Mi a helyzet az etika oktatással? Hát kérdezem, hogy fontosnak tartja elnök úr, és álmodik-e, tervez valamit etéren reformot? Ha megnézünk nálunk sikeresebb országokat, vagy ma magasabb polcra helyezett országokat, Ausztriát, vagy Németországot, és keresjük a választ arra a végső kérdésre, hogy miért vannak jobb helyzetben, akkor adhatunk egy önbecsapós választ is. Azt, hogy szerencsésebbek voltak, mint mi. Az egyik helyre be sem mentek az oroszok, a másikban meg hamarabb mentek ki, mint Magyarországról. Ugye? Tudunk egy ilyen választ adni, és valószínűleg ebben van azért némi igazság. De ha jól megvizsgáljuk, hogy ott a iskolai oktatás, a gyerek személyiségével való törődés, a lelki nevelés, az körülbelül mennyi munkaórát, az valahogy így fogalmaznom, foglalt el az oktatásban, meg a gyerek fölnevelése során, akkor azt látjuk, hogy sokkal jobban állnak, mint mi. És valójában ezért sikeresebbek, mint mi. És ezért érjük őket utol olyan nehezen, illetve azért tűnik olyan beláthatatlanul messzinek, hogy valaha is utolérjük őket. Tehát végül is az európai népek közötti verseny is az emberi minőségen áll vagy bukik, ezt akarom mondani, és ma Magyarország e tekintetben nem áll jól. Abban az értelemben nem áll jól, hogy az iskolából kikerülő gyerekek nem vérteződnek föl a veszélyekkel szembeni védekezés képességével, illetve a jó és rossz közötti világos választás képességével. Tehát szerintem a helyzet rossz, és azzal is egyetértek, ez a szövetségünkön belül egy általános gondolat, hogy persze kormányozni is kell, és el kell végezni az éppen aktuális kármentést, meg egy adóreformot, meg szükség van a közigazgatás rendbetételére is. De ha nem politikában gondolkodunk, hanem építésben, meg nemzetépítésben, akkor az oktatáshoz történő
most mondom, óvatosan akarok fogalmat, az oktatással való törődés, a dolgok alapvető megváltoztatása nélkül nem fogunk eredményre jutni. Tehát, ha nem csak kormányozni akarunk 4 évig, hanem országot és nemzetet is akarunk építeni, akkor a magyar oktatásügy teljes áttekintésével kell kezdenünk a hosszabb távú munkát. És ennek az áttekintésnek a kulcskérdése az éppen az, amit te vetettél most itt föl, püspök úr, hogy megadjuk-e a lehetőséget a gyerekeinknek arra, hogy megkapják azt a fajta lelki nevelést, hittanon keresztül, etikaoktatáson keresztül, ami nélkül a későbbiekben nem fognak tudni helytállni. Ma nem kapják meg ezt szerintem, ezért alapvető reformra vagy alapvető átalakításra szorul a magyar oktatás ügy mostani formája. Nagyon világosan kell beszélnünk a választási kampány során arról, hogy milyen értékeken nyugvó iskola rendszert akarunk látni Magyarországon. Ezt meg kell mondani. És azt gondolom, hogy a politikai választás egyik döntő oka a magunk fajta gyermeket nevelő családok számára talán éppen az erre a kérdésre adott válasz lesz majd egyik vagy másik közveti szereplő részéről. Én szeretnék egy erőteljes, a fundamentalista szó sajnálatos módon most negatív a magyar nyelvben, de én szeretnék egy fundamentalista választ adni majd erre a kérdésre, ami azt jelenti, ugye, ez egy pozitív kifejezés volna, hogy komolyan venni az alapokat. Olvastam egy írást, talán Czakó Gábortól erről a kérdésről, aki azt találta írni, amikor a fundamentalizmus már 16 000-szer tűnt föl negatív kifejezésként az újságokba, hogyha jól érti, akkor az a baj, hogy bizonyos elveket hirdetni az szabad, de aszerint is élni, komolyan venni őket, az már nem, mert az fundamentalizmus. Na most ebben az értelemben én a fundamentalizmust azt az alapjaiban való helyre rázásnak, a formájából kicsúszott, és reformálásnak fogom föl, ha szabad így fogalmaznom. Tehát vissza kell vinni az oktatást oda, ahol kezdődik, és valójában a gyermeknevelés lényege az alapvető tanításokhoz való elvezetés. Most én ezen a fundamentalista alapon állok személy szerint, és örülnék, hogyha a magyar oktatási rendszer elfogadná majd a választások után, hogy erre az alapra érdemes építkeznie. Nem fantáziálok egy könnyebb megoldáson, nincs könnyebb megoldás, és mellesleg én nem cserélnék veled semmi pénzért. Sokkal nehezebb miniszterelnöknek lenni, mint püspöknek. Na, de... Mert egyikötök se próbálta a másik. Amikor a meghívó levelet megkaptam, akkor nem volt felhőtlen az örömöm erre a mai estére. De aztán rájöttem, hogy ez a kevésség miatt van, ami a szívemben van. És aztán megértettem, hogy a meghívást a szeretet vezette, és föltétlenül el kell jönnöm. És ha az ember 4 évig volt kormányon, akkor általában arra a kérdésre, hogy mégis ő mit képvisel, mit val, miben hisz, mi mozgatja, azt a kicsit macsós, férfias választ tudja adni, tele kevésséggel a szívében, hogy a tetteim beszélnek helyettem, hát nézzétek meg. És ember úgy érzi, hogy mintha bizalmatlanság lenne vele szemben, és nem adnának világosan választ a tettei arra a kérdésre, hogy mégis hát miféle ember vagy te, és mi mozgat. De aztán rájöttem arra, hogy ezt a kérdést nem elszámoltatásképpen kell fölfogni, hanem hittestvéri kérdésként. Hittestvéri kérdésekre adandó válaszokkal próbáltam készülni, és gondolatokkal próbáltam készülni ide, de azért én sem bírok a véremmel, és azt gondoltam, hogy azért hozok valamit, ami emlékeztet mindannyiunkat, és így téged is, Püspök atya, arra a 4 évre, amit reményeim szerint Magyarország nem legkevésbé sikeres 4 évei között tartunk számon, hanem inkább olyan 4 évként, amiből lehet erőt meríteni a jövőre nézve is, és ahol talán hozok egy olyan ajándékot, gondoltam, ami talán az utolsó kérdésedre is ad egy választ, vagyis hogy állunk az etikai kérdésekkel, mire szabad, mire nem szabad építeni egy oktatási rendszert. És hoztam valamit, amire a maga módján én fölesküdtem, amikor eljött a kormányzás ideje, illetve a kormányzás legnehezebb fele, a második szakasza. Ugyanis az ember nem pozícióra esküszik föl soha, hanem valójában valami másra. És a millénium évén megadatott nekünk, hogy mindenki fölesküdhessen az ászlóra. És hogyha az ászló rendben van, akkor szerintem abból sok minden választ ki lehet olvasni. Hogyha a jövőben bármilyen kétség merülne föl, hogy végül is milyen irányok felé akarjuk vezetni a lépéseinket, mi az, ami mozgat bennünket, mi az, ami inspirál bennünket,
akkor arra kérnélek téged, meg minden kedves Kaposvárit, hogy gondoljanak arra, hogy mi a milléniumi zászlóra esküdtünk fel, és el is hoztam ebből egy példányt neked személyes ajándékként, hogy mindig világos lehessen, hogy mi az, amit mi szeretnénk képviselni. Szóval mennyire sikerül, az egy másik kérdés, amely az esendőséggel és a gyarlósággal áll összefüggésben. De hoztam én egy ilyen milléniumi zászlót, amit szeretnék neked átadni, és szeretném, hogyha megtartanál bennünket az mögöttünk álló négy esztendős kormányzással egyetemben, meg a jövőre vonatkozó reményeiddel egy sorban a jó emlékezetedbe, és szeretettel, barátsággal és támogatólag gondolnál ránk. Köszönöm mindig. Köszönöm nem csak a magam nevében, hanem kaposvári és környékbeli hívek nevében is, és viszonzom egy hasonló szimbólummal, somogyi faragású pásztorbottal. Nem valami hátsó szándék vezet, nem úgy adom át, hogy aztán ebbe belemarhasson akárki, mint felségjelvényt, hanem mint munkaeszközt, mint a betlehemi pásztoroknak a botját. Köszönöm. Thank you.